Jó napot! Csokom! Jó reggelt! Jó napot! Doktorunk! Véletlenül ő is eljött. Fura, nem? Dr. Gidai János, szülésznőgyógyász. Nem, most már, hogy itt van, itt vagyunk a nagy nap előtt, most már engem is. A nagy nap neked a síelés, Krisztiánka, nem az én szülésem. Jó napot! Ez is jól van, a lilába? Lilába! A profi, nem? Mit kell adnom? Kiskönyv. Kiskönyvet, igen. Ma nagyon fáj ott lent a csontom, jobb oldalt. Hogy szoktad mondani? Bocsi csontom. Meg éjszakánként így bekeményül nagyon sokat a hasam. Ilyen volt. Terhesség, ez normális. Minden. Teljesen normális. Jó, a gyomromat szerintem szétrugdossa, az nagyon szokott itt fönt fájni. Megnézném a babát azért ultrahanggal. Jó, és akkor ezek jók minden, ugye? Ez rendben, csak egy picit aludt, meg keveset mozgott, de utána az áramlás értékek azok tökéletesek. És most már bármikor jöhettél meg? Hát most már célegyenesben vagyunk. Pamela ragaszkodik a természetes szüléshez, ez nekem valahol jó, mert nagyon jó érzés az, hogy ő szeretne normális úton világra hozni a gyermekünket, de mégis azért próbálom őt óvni, vagy hát szeretném, hogyha minden oldalról meg körbenéznénk ezt a szülést. Doktor, nekem van olyan kérdésem, hogy azt mondják az ismerőseim, hogy császárral sokkal jobb, hogyha úgy szülni meg a babát. A babának az a legjobb, meg az édesanyának is, hogyha spontán hidegszülés lezajlik szövődménymentesen, mindenkinek az a legjobb, higgy el. Jó, akkor told ki. Leszebb a baba, ha a császárral születik, nem? Nem. Nem szebb? Nem. Mert azt mondják, hogy átmegy a szülőcsatornán, hogy csúcsos a feje, meg ilyenek. Hát utána. De utána úgyis szép lesz neki. Szépen rendeződik. Meg hát át kell nézni, neked is csúcsos a feje. Jó, akkor megnézzük a babát. Megnézed te is? Meg hát. Cipőt levegyen? Csörög a telefonon. De akkor elkezdjük attól még. Hello. Katinka. Ciao. Katinka? Mi a helyzet? Elmondta a doktor úr, hogy mire kell számítani, hogy lesz a szoba, a császár, nem császár, bent legyen a Krisztián, ne legyen bent. Ezért a Katinkát nem lehet hibáztatni. A Krisztián volt megint a ba. Bocsánat, de nem lenne szabad most emiatt. Azt kell mondani a Katinkának, Katinka, imádlak, szeretlek, Pamelával orvosnál vagyunk. És a szülésznőt is akkor hívom, mikor a doktor urat? Igen. Egybe. Egybe. Jó. És akkor a súlyát azt megnézhetjük, hogy mennyi? 3400 grammra tippel az ultrahang. Igen, igen. Ez nagyon sok. Föl lehet öltözni, köszönöm szépen. Ez fel tud menni 4 kilóra? Ez már nem tud felmenni 4 kilóra. Ledöbbentem, hogy 3,40 kg. Örülök neki, hogy nem kis csont, kis bőröcske lesz, mert sokkal jobb a kis hájas testét gyúrogatni, de 4 kilót nem szeretném, hogyha elérném, mert azt már lehet, hogy kicsit problémásan nyomom ki. De mit katinkázol, amikor menni kell vissza az orvoshoz? Ne idegesítsél már fel, Krisztián, hova mész? A katinkához. Minek? Ne csinálj már, most miért balhézó velem? De Krisztián, megbeszéltük, hogy 600 dolgunk van még, ma ne idegesítsél, most miért hagysz megint egyedül? Katinka, megkért, kell találkoznom. És én mivel menjek el? Szerinted, mikor egy autóval jöttünk? Hívok neked egy taxit. Jó, soba fog kerülni, Berki, de ne hallgassam. Engem nem érdekelsz. Nyugodjál meg. Gyere már ide! Na most megint itt hagysz? Nem, és nem. Megint egyedül kell mindent csinálni, mert te elmész katinkázni, ez a legfontos, szerintem itt a taxim, ez nem... Mi sukár legény, azt nézed, Berki, gyere! Fejezzed már be. Jó, legalább lesz de ez az enyém, nem is biztos, hogy az enyém, de égő. Legalább lesz egy jó napod. Hogy kell, megkérdezed? Megkérdezed? Nem biztos, hogy az enyém. Szia, Berki névre jöttél? Szia, igen. Viktor, a sármos taxisofőr. Szia! Hallod? Óvatosan nekem, Hódi. Jó, hát nem ide ül, hátra üljél be, hátra üljél be. Ne előre. Szia! Hölgyem, szia! Sokkal szerényebben, jó? Puszika! Értettem főnök. Csáó! Minden puszika! Óvatosan! Óvatosan! Hova megyünk, hölgyem? Hát nagyon sok fele. Krisztián ilyen. Én szeretem, hogy ő féltékeny. Hozzáteszem, terhesség előtt ő baromi féltékeny volt. Folyamatosan hol a telefonom, ez miért jelölt be, ő kicsoda, meg ő miért volt, meg hogy volt. Folyamatosan, mióta terhes vagyok, le van nyugodva egyébként. De nekem jól esik, hogy ő féltékeny, mert akkor azt jelenti, hogy szeret talán, vagy nem tudom. És sok helyre kell menni a mai nap folyamán? Hát igen, eléggé. Mert el kell mennem a barátnőmhöz a... babacuccokért, amiket ő tett nekem félre, míg lakást felújítottunk, mert el kell kezdenem kimosni a dolgokat, meg mindent, meg el kell mennem a közértecskémbe, vennem kell pár dolgot, de hát ezeket gyorsan lezavarom.
persze. Kihozza Moni pikpak, bemegyek, tudom, hogy mit kell venni, már agyba összegyűjtöttem. Maximum akkor elfelejtem, de akkor újra hívlak és jössz. De neked is mozgós napod lesz, mert velem töltöd a délutánt konkrétan. Hát az ja, Krisztián most egy kicsit elereszti majd a pénztárcáját, de hát ő mondta azt, hogy menjek taxival, hát mit csináljak. Nem? Hát persze, így a legjobb. Mióta taxizol egyébként? 2 éve kezdtem. És szereted? Hát igen, jó, csak azért nem minden nap találkozik az ember ilyen csinos kis homával. Köszönöm. Nem sűrűn dicsérnek, otthon legalábbis. Máshol meg szoktak dicsérni, de Krisztiánka nem nagyon. Mert azt mondja, hogy Dundégó vagyok, meg hogy már nem Popikán van, hanem Koffer. Oh. Mennyi van még a szülésig? Látom, hát már nem. Elég nagy a pocat. Másfél hét. Másfél hét. Aha. De mindenki azt mondja, hogy elő fog jönni a baba. Magázzál! Elhiszem, hogy kicsit nyancisan nézek ki. De ettől függetlenül... Magáztalak előbb. Micsoda? Magáztalak előbb. Akkor most már tegeződünk? Hát, aha. Rendben. Mindenképpen. És a vőlegénye mennyire veszi ki magát terhességből? Semennyire. Mindent rád bíz? Mindent. Hát mindent rám bíz és rám hagy. Én inkább így fogalmaznék. Az igazság, hogy... Nagyon önző, és ő neki mindig az a legfontosabb, hogy ő neki mi a jó, ő neki mit, hogy kell intézni. Tehát ő mindent rám, hogy mindent én csináljak. Kicsit kezd már idegesíteni ez a semmi nem érdekli, ami velem kapcsolatos, semmi nem érdekli, ami a gyerekkel kapcsolatos, mindig minden baj. De egyébként ezt ő is tudja, hogy kicsit hanyag. De utána mindig megpróbálja helyrehozni, csak aztán mindig elrontja valamivel sajnos. Hát ez sajnálatom. Mennyi mindent hoztál, ne viccelj! Jaj, muszáj volt, basszus, mert nem tudok minden nap elmenni, köszönöm! Olyan fura, mert rád nézek, aztán néha olyan, mint a Krisztiánt látni, csak van hajad! Ja, olyan a stílusotok! Jaj, köszi! Látod, milyen jó hideget csináltam neked? Nagyon jó vagy! Esküszöm! Fura is! Vagy inkább szokatlan, egy kis cuki fiú. Nem nehéz? Nem, abszolút nem. De legalább egy vacsit össze kéne hozni, ha már fölhozom a cuccokat. Hát Krisztiánka nem biztos, hogy nagyon értékelni a kis vacsorát, de hát mit rossz, hogyha... Hát én azt nem kérdeztem. Majd meghívlak. Valamit összeröppentek, ne aggódjál. Na. Nem nehéz a szacsot? Ja. Szia! Na, szóval, hát én tiszteletem. A jó taxisofőr. Tényleg? Barátom, akkor tedd le a cuccot, aztán sétalézés tovább, jó? De miért kell így beszélni? Miért? Szerinted az ízét fölkísértem a gizikét? Hát már csak, nem? Gizike is ilyen csinos. Bocsánat. Sok lesz lényebben, jó? Na, légy szíves, fizess ki a szemben. Nem fizetted még ki? Miből fizettem volna ki, mikor egy egész Budapest körútra mentem miattad? Na, légy szíves, fizess ki, aztán hozd be a szacsokat. 8000, honnan hoztam? Világ végéről? Na jó, sétalézés. Csak. Azokat akkor most te hozod be? Majd igen, majd betolom. Köszönöm szépen, hogy segítettél. Ne köszöngessél, mert induljál el. Eltettem. Majd hívlak, hogyha valami van. Rendben. Normális vagy? De rendes! Szedd már össze magad. De tök aranyos volt. Tényleg? Hát nem minden taxis ilyen, ne aggódjál. Majom. Oda tedd a konyhába. Mit gondolsz te, ha? Mit képzelsz? Mi mit? Mi ízét? Kísérgetnek? Csávók? Ki ez segített a macskáncsi? Felhozni a szatyrot, hogy hoztam volna fel? Hát úgy, hogy eddig. Hát eddig nem voltam nagyon sűrűn teljes. Beállsz a garázsba, azt liftet följössz. De a kocsival is be kell tenni valahogy. Üdítőkkel van tele, meg neked hallal, meg mindennel. Te most már taxival fogsz járni bevásárolni, mi van? Te mondtad, hogy menjek taxival, én nem akartam taxival menni, te mentél el találkozni mindenkivel. És még ízé névjegykártyát cserélem. Azért adott névjegykártyát, mert tök normális volt, és mindenben segít nekem, és nem minden taxis ilyen. Ha, tehát amikor majd nekem a csajok névjegykártyát osztogatnak, akkor... Neked így is osztogatnak, és mit csinálok vele? Megnézem, kiröhögöm, és kidobom a kukát. Mi van, felülti a kakasi lőre? Nem késtem el, megérkeztem csak. Szia.
Kértél ki szénrátot? Ott mondta, hogy van a bajtok. Cseke Katinka, a mindig vidám színésznő. Nézd! Vajon nagy király vagy. Paradicsom! És az mi? És az mi? És mi? Na mi van, miért hívtál? Vagy csak úgy? Kezd egy csókkal, hogy jó eset kívánok oda. A lényeg. Jó reggel. Kicsit megszakítom a történet. A töltést. Ferenc a figyelmes szakács. A töltést vacsorázni fogunk, ugye? Hát igen. Megpróbáljuk. Na most én mindenféleképpen szénhidrátot szeretnék enni. Azt gondoltam. Valami jó tésztás. Igen, hallottam, hogy tésztás egy kis halas megoldásos. Rákos az a kedvenc. Nagyon jó, rákunk jött. Nem tudom, hogy itt tudnak olyan jó rákot sem, mint én. Nem. A többi a világon a legjobb mindenből. Ezért rákba is. Krisztián itt tanulta. Ja, itt ide. Ja, itt sütögetett még az elején. Nem, de. Nagyon sokat még nem jártam volt egy ide. Nagyon sokat jártam ide egyébként. Aha. Itt testem el a technikát. Na, egy nagyon finom paradicsomos spagetti is. Köszönöm. Én valami emberes. Valami emberes. A bélszín. A bélszín. Jó bélszín. Roston. Roston nagyon szárazzal, nagyon jó rácsütve. Jó berántva. És nekem szénhidrát nélkül valami spenót vagy spárga, jó? Mind a kettőt tudom ajánlani. Akkor mind a kettőt kérdezem, megtesz. Jó? Köszönöm én is. Hát akkor tanácsot kérnem tőle. De mire? Bele szeretném valakibe, és tanácsot szeretnék kérni, hogy mit csináljak vele. A fiú? Nem, egy vén ember. Úgy csak kérdeznem. De jelenleg vén ember? Nem, fiatalabb sokkal. De előtte is fiatalabb pasid volt, a férjed is fiatalabb pasid volt. De nem érted, ez a sorsom. Nem tudok mit kezdeni egy idősebb balival. De hogy a sorsod? Te. De várj, megismerkedsz egy csávóval, 10 évet fiatalabb. Akkor mondd azt, hogy stop, nem tetszik. Mit csinál? De nekem ez kell. Mit csinálja? De basszus, de komolyan, de miért fiatal? Mert a szerelem az nem... De az azon miért? Kívül nem jó miért semmire. Miért a Pamela? Annyi millió nő van a Földön, aki meghal érte például. De miért pont a Pamela? Tőlem egy nő maximum egy-két ágyjelenetet akarhatna, semmi többet. Nem hiszem, hogy Katinkában ez benne lenne, mivel ugye ismeri Pamelát, és szerintem kellően tiszteli, és szereti a mi kapcsolatunkat annyira, hogy ebben ő bármilyen mélyebbet is belegondolna. Azt mondjuk, Gáze, szerinted, ha az első alkalommal beleülök az ölébe. Szerinted az? Normális vagy? Tudod, mennyien vannak itt az ütő? Gáz, akkor gáz. Jó, csak kíváncsi voltam arra, hogy szerinted ez gáz első alkalom. Beleharaptál nyakamba. Jó, hát meg kipróbáltam. Ja, értem. Szerinted ez engem gáz? Engem hozó zavarva. Ez gáz. A gáz? Első randin? Aha. Hát akkor te nem is akarsz szerelmes lenni, nem is akarsz elcsábítani, csak akarsz egy sima ágyjelentet. Ja, hogy ezzel rögtön nem lehet, hogy belénk szeressen. Simán akarsz egy ágyjelentet. Belénk szeretni nem fog. Jó, akkor maradjak egyedül, örökre. Én nem azt mondtam egyedül, csak... Hát akkor mit csináljak? Korban, kinézetben, értelmiségben, egy hozzád illő karaktert keressél. Nem a fiatal csávó kellene akarok beszélni. Mondom, a fiatal csávó neked akkor mit csinálja? Ha sokat dolgozol, a fiatal csávó bőven elég, hogy heti egyszer találkozol vele, és elintézi a kötelező dolgát, vagy kétszer. De ne akarjál többet egy tacskótól. Nem szeretlek. Csináltál nekem reggelit, Manu? Persze. Három. Fejsze. Persze, három félét is csináltam. De miért nem csináltál? Mert miért kellett volna, hogy csinálja? Örültem volna mondjuk. Nem tudod, mennyi mindennek örülnék? Mennyi mindennek? Például nem mennél el. Elfogyott a proteinem is. És akkor mit csináljak, hogy elfogyott a proteined? Nem tudom. Reggelim sincs, proteinem sincs. Nekem tudod, mi nincs? Elmondjam? Na mondjad, életem. Egy normális férfi az életemben, akinek megbánás nélkül mondjuk gyereket kéne szülnöm. Várjál, most mondjad. Ne hülyeskedjél már, életem, most komolyan. Most így akarsz elengedni? Hogy? Hogy össze akarsz veszni velem? Nem akarok összeveszni, Krisztián. Hát? Nem mondtam, amit gondolok, és kész. De maga, hát ennél normálisabb pasit, mint én. Te hülye vagy? Szerintem senki nem kívánom magának ilyen pasit, mint te. Csak egy idióta nő. Ez egy kicsit erős, ahogy most beszélsz velem. Mi a azért, hibán? Mert egy Adonis vagy kívülről, és? Ez a sok
nap bejön, hogy egy Adonis pasi van mellette, mindemellett meg tönkreteszem mindenkit idegileg. Annyira dühös voltam rá, és annyira csalódott voltam, hogy képes megkockáztatni azt, hogy lekési a kisbabájának a születését, hogy nem tudom ezt a dolgot már hogy kezelni, nem tudom, hogy lereagálni, és egyszerűen düh beszélt belőlem. Manocska, akkor fogsz neked szülni. Mennyi eszed van? Mert hogy azt gondoltam, hogy egy okos pasi vagy, de rájöttem, hogy a leghülyebb vagy Magyarországon. Na, ezt most fejezed be. Mert? Azért. Nem tetszik valami? Hogy mondhatsz nekem ilyen? Ez az igazság. A leghülyebb pasi Magyarországon. Hát, aki képes kockáztatni egy sielésért azt, hogy lekési a gyerekének a születését, szerintem a legnagyobb hülye vagy a Földön. De nem csak Magyarországon, az egész világon. Uh-huh. Jó van. Szerintem is. Na Isten áldjon. Na, gyere, adok egy csókot. Nem kell nekem csók, Krisztiánka. De, adok egy csókot. Nehogy elkésél, menj. Jó, nem neked adok, ne aggódjál. Tudod mit? Nem neked adok, hanem a kislányomnak. Fogd meg, vidd el a bedit meg. Tessék, gondoljál rá. Na. Úgy van, dob vissza. Ez vagy te. Ne lepődjél meg, ha nem leszek itt, mire visszajössz. Halló. Tisztelet. Ja. Küldtem neked fotót. Láttam, aranyos vagy rajta. Aranyos. Nem jó pasi vagyok rajta. Szimpla aranyos csávó. Uh-huh. Mert te kedves, aranyos, érzelmes, tünemény vagy. És amúgy most hazudtam. Miért? Hát amit az összes szép egy jót mondtam rólad, az hazugság. Igen, csak hogy véletlenül kiszottak századdal. Na, mely hívta? Hát, valamelyik nap, mert most megyünk át a határőr, gondoltam, hogy megcsörgetnek. De mi? Mert itthon hagytad a bedit? Micsoda? Mert itthon hagytad a bedit, és inkább plusz egy alsógatját vittél? Nagyon vicces vagy. Nem azért hívtam fel, mert nem akarok így elmenni, hogy ezt a mikrosztam. Tényleg? Jó van. Nem mondod, és akkor abban mindent bele tudok kirogatni? Mindent. Leméred, etetés előtt, fényképet, utána, nem fényképet, ez, amiben a kezét is így bele rajzolom. Igen, a karszalagot, amit majd a kórházba kapsz, azt is bele tudod írni de névvel, felcímkézve. Na, minden olyan fontos, apró részlet, ami a későbbiekben jól jöhet. Jó. Timit én nagyon-nagyon szeretem, ő lent dolgozik az étteremben. Ugye mióta Krisztiánnal együtt vagyunk, azóta ismerem őt. Utazás, ismeretterjesztő. Az nem kell nekünk. Nem? Művészet? Abszolút. Gyermek és ifjúsági, nézd csak. Most mit keresünk? Most akkor ilyen... Hát babanaplót keresünk. Jaj, ez aranyos. Na, ez olyan, amit mondtál, be kell ragasztani. Igen, mondjuk ez. De van rózsaszín is. Nézd. Mi ez benne, matrica? Matricázott. Timi, Pamela izguló barátnője. Matricázott. És akkor itt elkezdi, hogy bemutatkozom, ki tudod tölteni, a nevem, mikor születtem, csillagjegyem, szemem színe, megérkeztem, fényképet tudsz ragasztani. Azt érzem, hogy 6 tégla van a hasamba, és így nyomja ki, és feszíti szét, és cipelni kell. Közben a derekam is fáj, közben a lábam is zsíba, de a szemérem csontom is fáj, és ez mind egyszerre van, mint brutál. Hallod, anyuci, szerintem megyek a kórházba. Mit csinálsz? Megyek a kórházba szerintem, mert nagyon görcsöl a hasam. Hát alul, meg az egész, meg be van keményedve, meg fáj mindenem. Én szerintem most megyek be. És te egyedül? Hát egyedül bemegyek taxival, aztán légy szíves, akkor gyere már oda be. De már nem kell, hogy ide... Mi? Krisztián. Hát nem érem őt el, szerintem éppen csúszkál, vagy a hűtében van, vagy mit tudom én, mit csinál, de... Hát maradjon is a hűtőbe. Hűtő, hűtte, anya. Hűtő, még azt kell, hogy ne vettessél. Na, hallod, én hívok taxit, bemegyek, akkor tudod a címet. Gyertek oda, jó? Viszem fel a kutyát. És milyen sűrű van fájás? Vagy van ilyen fájás féle? Nem mértem, anyuci, mert lent dobáltam a labdát a kutyának, és megyek föl. Én bemegyek, mert érzem, hogy ez már az. Jó,
Jó. Akkor megyünk, jó. Okay, szólj mamának is, na szia. Nagyon óvatosan, persze, óvatosan. Jó. Találkozunk, sietünk. Szia, anya. Szia, puszi. Na napot. Na, nem mondod, hogy felveszed a telefont, hívtalak egy csomószor. Megyek be a kórházba, mit csinálni? Szerinted miért hívogatlak ennyiszer? Megyek be. Mivel taxival hívtam anyát is, jönnek a mamáék is be, természetesen csak te nem leszel ott. Jó van, old meg valahogy, ahogy akarod, ha nem oldod meg engem, már az se érdekel. Jó van, szia. Megállsz? Hogy érzed? Jó. Már itt is vagy? Szia. Hát próbálnék sietni csak. Jó, bocsánat csak. Látom, még új a kocsi. Hát, igen. Kösz. Siessünk, Viktor. Már is indulunk. Be tudsz állni? Be, aha. Menjünk. Jó. Krisztián? Elment sielni. Nem mondod. Ilyenkor? Engem nem érdekel, neki esküszöm jobban fog fájni, hogy ő nem lesz ott a szülésem, mint nekem maga a szülés. Én meg hogy otthon-e vagy nincsen. Nem hát, érdekel engem. Ebben biztos vagyok, úgy utólag ő is biztos megválni ezt az egészet. Az életében, ha lekésik róla, soha nem bocsájtja meg magának, de én se neki, ez biztos. Ha Krisztián nem ér haza, akkor igazándiból még magam sem tudom, hogy hogy fog folytatódni a jövőnk. Nem tudom, hogy ez még... nem vészes. Bocsánat. Nem tudom, hogy ez még most gyenge, vagy erős, vagy közepes, vagy ez most még... Nem vagyok túl, hogy gyengen áll. Itt vagyunk. Nem tudok gyorsan menni, mert teli van kátyúval az egész utca. Na nem mondod, fel se tűnt. Itt is vagyunk. Jaj, majd nyomjad neki. Ne parkolgass, Viktor, léci, állj meg valahol. Köszönöm már. Behozod nekem? Persze, menjünk. Nem baj? Dehogy is.